Márki-Zay János Hódmezővásárhely nemrégiben beiktatott polgármesterének édesapja posztolt Facebookon a makói Rója István MSZP-s országgyűlési képviselőjelölt visszalépésével kapcsolatos áhírt. Az információ futótűzként terjedt a közösségi oldalon, míg nem maga az érintett, Rója István is a Makó TV kamerája elé állt, hogy cáfolja a tévedést. Olyannyira futótűzként, hogy még a medence szélén is elért a hír, nem igaz, határozottan cáfolom. Olyannyira, hogy a hír beterjesztője a Facebookon már vissza is vonta, elnézést kért a Facebookosoktól, törölték a hírt. Ez nem ilyen egyszerű dolog, tehát ez nem azon múlik, hogy majd én gondolok egyet, ugye itt a pártoknak egyeztetni kell, tehát én azt mondom, hogy vagy a Molnár Gyulának, vagy nekem higgyék el, senki másnak, tehát a hír nem igaz. Közben a választási bizottság is sorsolt, Rója István megszerezte a jelöltséghez szükséges aláírásokat. Így a 4-es számú választókörzet országgyűlési képviselőjelöltjeként a 6.-ként szerepel majd a szavazólapon. Visszalépésére csak határozott kérésre a pártok közötti egyeztetés eredményeként kerülhetne sor, fogalmazott a politikus, aki elmondta, kitart a jelöltség mellett, és képviseli az április 8-ei választáson azt a közösséget, amely felkérte a politikai szerepvállalásra.